megelőzés. Már csecsemőkorban sokat tehetnek a szülők gyermekük elhízásának elkerüléséért. Karbantartás. Közel 40 vasútállomás szépül meg a debreceni térségben, így Szabolcs megyét is érinti a felújítás. Közösségi szolgálat. 2016 óta érettségi követelmény az önkéntes segítség a diákoknak. Ijesztően sok az elhízott gyerek Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A probléma kialakulása ellen már csecsemőkorban sokat tehetnek a szülők, később pedig a rendszeres mozgással és egészséges életmóddal is meg lehet előzni az elhízást. Az iskolások fizikai állapotát és edzettségét mérő program már az őszi tanévtől tovább bővülhet. Nem mutat szép számokat hazánkról az OECD friss jelentése, ez szerint ugyanis Magyarország Európa legkövérebb országa. Korunk egyik népbetegsége az elhízás már a gyerekeket sem kíméli. 30-40%-uk túlsúlyos, amelynek később ettől súlyosabb következménye is lehetnek, úgy mint a májbetegség vagy a cukorbetegség. Éppen ezért nem elég a problémával csak akkor foglalkozni, amikor már fennáll. A kialakulását kell megakadályozni, amely kezdetben a szülők felelőssége. Csecsemőkorban alapozódnak meg ugyanis azok az anyagcsere viszonyok, amelyek hajlamossá teszik az embert az elhízásra. Később pedig már a rendszeres mozgás is fontos részévé válik a megelőzésnek. Minden gyereknek, minden embernek minden nap legalább egy óra komoly fizikai aktivitást kellene csinálni. Azt mondom, hogy nincs, vagy alig-alig van olyan állapot, aki ezt nem teheti meg. Tehát ilyen mondva csinált betegségek, meg kitalált dolgok, meg egy apróság, ami egyáltalán nem veszélyezteti az életét, emiatt nem szabad lenne felmenteni a gyereket, hanem lehet, hogy éppen annak a gerincgyereknek többet kellene mozogni, hogy más irányú betegsége ne legyen. A doktor szerint tehát a szakorvosok és a védőnők is sokat tehetnek, azért, hogy a megfelelő táplálás mellett a mozgás és az egészséges életmód is beépüljön a fiatalok életébe. A pozitív elmozduláshoz ugyanis szemléletváltozásra van szükség a szülők bevonásával és komoly ellenőrző rendszer létrehozásával. Fontos szerepe van a fejlődés vizsgálatában a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztnek is, amely immár 5. tanéve méri fel 5. évfolyamtól felfelé a mindennapos testnevelésben résztvevő tanulók fittségi állapotát, mások mellett az állóképességüket, hajlékonyságukat és tápláltságukat. A NetFit programot működtető Magyar Diáksport Szövetség a közeljövőben ráadásul bővítheti a vizsgált fiatalok körét. Ha minden jól megy, akkor még augusztus végéig megjelenik a rendelet, a vonatkozó rendelet módosítása. Így mind az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek, mint pedig a gyógypedagógiai intézményekben tanuló, akár fogyatékossággal élő gyerekek is részt tudnak venni innentől a fittségmérésekben. Ez nagyságrendileg 50-60 ezer gyereket jelent, akit eddig a tipikus fejlődési gyerekekre kidolgozott tesztekkel nem tudtunk elérni, mert egész egyszerűen ezeket nem tudták végrehajtani, vagy nem tudták pontosan, szabályosan végrehajtani. Ez azért fontos, mert az ő esetükben a legnehezebb az egészségfejlesztés és a fizikai aktivitás, ugye ők nem tudnak úgy sportolni, mint a tipikus fejlődésű társaik, és éppen ez meg is látszik a fizikai állapotukon és a fittségi eredményeiken. A program lényege, hogy nem egymáshoz, hanem önmagukhoz mérik a gyerekek fejlettségét, fejlődését, a működtetők pedig azt szeretnék elérni, hogy a pedagógusok mellett a szülők is nyomon kövessék gyermekeik eredményeit. Éves szinten egyébként mintegy 700 ezer gyerek fittségi adata kerül be a rendszerbe. Ezekből ki tud rajzolódni, hogy egy-egy korcsoportban mik a tendenciák, illetve hogy iskolai osztály, de akár egy-egy gyerek szintjén is milyen előre mozdulás látható. Idén közel 40 vasútállomás szépül meg a debreceni térségben, így Szabolcs megyét is érinti a felújítás. A MÁV saját forrásból az 5 vidéki igazgatóság régiójában karbantartási munkálatokat és az utasforgalmi területek esztétikai megújítását végzi évvégéig. A karbantartás idején az utasoknak nem kell fennakadásokra számolni, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. A MÁV 5 vidéki területi igazgatósága saját régiójában, saját munkaerő bevonásával, üzemeltetési forrás felhasználásával koncentrált karbantartási munkálatokat végez.
Ennek célja, hogy az utasforgalmi területek esztétikailag megújuljanak, és sokkal barátságosabb környezetben várhassák az utasok az érkező és az induló járatokat. A Törökszent Miklóstól Záhonyig több megyére is kiterjedő vasúthálózatot üzemeltető Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság kollégái a Hajdú-Bihari megyeszékhely mellett idén 39 másik állomáson is megállóhelyen dolgoznak. Az elvégzendő feladatok között szerepel a fém és fa felületek festése, a vakolatok megújítása, az állomási kiskertek rendbetétele, füvesítése, virágosítása és további kisebb karbantartási feladatok elvégzése. Valamennyi állomáson megújulnak a kerékpártárolók is. Mindegyik állomáson a MÁV saját forrásából valósítja meg ezeket a felújítási munkákat. Eddig 18 állomáson fejezték be a munkálatokat, és összesen 10 000 munkaórát töltenek azzal, hogy ezt a közel 20 állomást megszépíthessék. Tiszafüreden és Poroszlón, ott a vasútállomás utasforgalmi területeinek szépítésében az önkormányzatokkal közösen vesz részt a vasúttársaság. A többi helyszínen a munkavállalói a vasúttársaságnak körülbelül november végére készülnek el a karbantartási feladatokkal. A MÁV Inform szóvivője kiemelte, a munkálatok a vonatforgalmat nem érintik, az állomásokon ugyanúgy biztosított a jegyvásárlás lehetősége és a várótermi szolgáltatás az utasok részére. A tervek szerint év végéig befejeződnek a munkálatok többek között Ajakon, Demecserben, Nyírbátorban, Nyírbogdányban, Rakamazon, Sóstóhegyen és Tuzséron is. Szeptember 14-től biztonsági kódot is kell használni az internetes vásárlásoknál az Európai Unión belül. Ezt a kötelező szolgáltatást az ügyfeleknek a bankfiókban, internetbankban vagy mobil alkalmazásban kell aktiválniuk. Így az unión belüli online vásárlások alkalmával már nem csak a kártyaadatokat kell majd megadni, hanem a telefonra SMS-ben érkező egyszer használatos biztonsági kódra is szükség lesz. Enélkül nem tudják jóvá hagyni a fizetést a vásárlók. Az üzleti ügyfelek a határidőig a számlavezető bankfiókban adatlap kitöltésével és aláírásával kérhetik az üzleti betéti kártyához az internetes biztonsági kód szolgáltatást és a virtuális vásárlási limit beállítását. Csökken a benzin és a gázolaj ára is péntektől. A benzin literenként bruttó 6 forinttal lesz olcsóbb, a gázolaj ára pedig 4 forinttal csökken. A benzin átlagára így 388 forintra változik, a gázolaj ára pedig 397 forint lesz a benzinkutakon péntektől. Természetesen továbbra is igaz, hogy a töltőállomások között akár 50 forintos különbség is előfordulhat, ezért érdemes figyelmesen megválasztani a tankolás helyszínét. 2016 óta már az 50 órás közösségi szolgálat is érettségi követelmény. Sok diák a nyári szünetre tervezi a teljesítését, de akár évközben is jelentkezhetnek a fogadó intézményeknél. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is várja a tanulókat. A tavalyi évben összesen 489 diák teljesítette náluk a kötelező közösségi szolgálatot. Évek óta minden középiskolai nappali képzésben résztvevő diáknak kötelessége az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése, enélkül nem engedik érettségire sem a tanulókat. A teljesítést 9. évfolyamban lehet elkezdeni, és ajánlatos még a végzés éve előtt befejezni. A folyamatot pedagógusok is segítik, a program pedig úgy épül fel, hogy van felkészítési szakasza is a tényleges tevékenység előtt. Közösségi szolgálatnak számítanak az olyan iskolán belüli vagy kívüli segítő tevékenységek, amelyek nem igényelnek szakmai végzettséget. A diákok a közösségi szolgálatért egyik fogadó intézményben sem kapnak fizetést. A szolgálatot akár a megyei könyvtárban is teljesíthetik a tanulók. A Csiriptanya játéktárunkban fogadjuk és koordináljuk a gyerekeket, a tanulókat, Komár Ágnes kolléganő koordinálja a munkájukat. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások előkészületi munkáiban, magán a foglalkozásokon segítenek. Nagyon nagy segítség nekünk a rendezvények technikai hátterének lebonyolításában, ilyen például minden évben az ünnepi könyvhét, amikor kitelepülünk a Kossuth térre, illetve egyéb rendezvényeink kitelepülésekor nagy segítség. De segítenek nekünk
A feldolgozó osztályban, ahol a könyvek állományba vétele történik, a könyvek felszerelésében, tehát a jelzetek felragasztása, vonalkódok felragasztása, illetve itt a helyismereti gyűjteményünkben, az apró nyomtatványok rendezésében. Minden évben bevonjuk őket a strandkönyvtár szolgáltatásainkban, idén is most néhány diák közösségi szolgálatot ott teljesít. A tavalyi évben 17 oktatási intézmény 489 diákját fogadta a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Sokan nyáron letudják az 50 órás teljesítést, de vannak, akik inkább évközben dolgoznak az iskola mellett. Egész évben jönnek, tehát nem csak nyáron. Nyáron ők is szerintem azért próbálnak egy kicsit pihenni, nyáron a diákmunka lehetőségnek is, vagy a diákmunka programnak is lehetőséget teremtünk, úgyhogy két turnusban 8 fő, illetve 9 fő diák vett részt a programba. A szolgálat feltételeiről és a fogadó intézményekről részletesen a www.közösségi.ofi.hu oldalon is tájékozódhatnak a tanárok és a diákok egyaránt. A közösségi szolgálat célja a társadalmi kohézió és a generáció közötti kapcsolat megerősítése, de tanulási motiváció is lehet és érzékenyítő szerepe is van. Pedagógiai szempontból fontos, hogy a diákokban kialakuljon a társadalmi tevékenységek iránti elkötelezettség. A szövetségben Nyíregyházáért legfontosabb feladatai közé tartozik a zöld felületek mennyiségének növelése és minőségük javítása, a balesetveszélyes csomópontok megszüntetése és a városrészek közti különbségek csökkentése, hangzott el a párt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A Stadion utcai lakótömb Nyírszőlős és Felső Pázsit a 7-es számú körzetbe tartozik, amelyek jelentős hátránnyal rendelkeznek a többi városrészhez képest, mondta el Pápai László. A képviselő kiemelte a Sátor utcai buszmegállókat, és hozzátette, egységes probléma az utak minősége is. Az igények nagyjából összeálltak, és így a egyes városrészeknél Felső-Pázsiton az utak állapota, a tömegközlekedés helyzetének javítása, közvilágítás, Nyírszőlősben, a Nyírszőlősi városrészen szintén a legnagyobb probléma a csapadékvíz elvezetésnek a megoldatlansága. Csütörtökön engedték ki a vasárnap született kis zsiráf tehenet a Nyíregyházi állatparkban. A kifutó 7. hosszú nyakúja 450 nap vemhesség után látta meg a napvilágot. Jelenleg 60 kiló és 175 cm magas, ezért korához és neméhez képest nagy méretűnek számít. Bár egy kis nőstény született a Nyíregyházi állatparkban, a termete mégis a bikákkal vetekszik. A zsiráf 175 cm-es magassággal és 60 kg-os testsúllyal látott napvilágot. A vasárnap világra jött borjú egy órával a születése után már biztosan állt, csütörtökre pedig már annyira felerősödött, hogy csatlakozhatott a vele együtt 7 tagot számláló zsiráf csapathoz. Már a látogatók is megtekinthetik a tartanősvényen legifjabb tagját, aki egy kis zsiráf tehén. Az apróság komplikáció mentesen látott napvilágot, és most már pár napos, így felerősödve megismerkedik a társas kifutó többi lakójával. Bár általában anyukája mellett van leginkább, már ismerkedik a zebrákkal és antilopfélékkel is. A zsiráfok az afrikai szavannákon valósággal vándorló kilátótornyok. Az egyik legkülönlegesebb testfelépítésű emlősök, egyben a világ legmagasabb állatai. Testmagasságuk akár az 5,7 métert is elérheti. Hosszú nyakukkal, amely teljes magasságuknak csak nem a felét teszik ki, a lombkorona tetejét is elérik. Eltérő magassága miatt a hímek és nőstények a fák különböző szintjein legelnek, amely lehetővé teszi a köztük a táplálékért folyó versengés elkerülését. A Nyíregyházi Állatpark tenyészpárja az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett sóstúra. Új néven Hübner Nyíregyháza BS elnevezéssel vág neki a bajnokságnak az NB1B piros csoportjában szereplő férfi kosárlabda csapat. A kék cápák szeretnének minél előbb felkerülni a legmagasabb osztályba. Siska János együttese szeptember 27-én Baján kezdi a bajnokságot.
A hét elején elkezdte a felkészülést az új szezonra a másodosztályban szereplő nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Azonban nem csak a pályán, hanem a klub irodában is folyik a munka, amelynek eredményeként új néven vágnak neki a bajnokságnak a kékcápák. Az új támogatónak köszönhetően Hübner Nyíregyháza BS néven szerepel majd a csapat az NB1B piros csoportjában. Megtiszteltetés, hogy egy olyan cég, mint a Hübner mellénk állt, és a nevét viselheti a csapatunk. Bízom benne, hogy fogjuk tudni teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket ők várnak tőlünk, és remélem, hogy ezeknek majd meg tudunk felelni. De természetesen mindenképpen az a célunk, hogy minél komolyabb és minél jobb munkát tudjunk végezni, bár ez a komoly kifejezés nem a legjobb, mert eddig is komoly munkát végeztünk, de szeretnénk afelé tendálni, hogy lassan kerüljünk a egy magasabb osztályba. A névadó szponzor az elmúlt években a röplabda kapcsán vállalt szerepet a megyeszékhely sport életében. A kosárlabdát korábban már támogatták, így gyakorlatilag a sportákhoz való visszatérésről lehet beszélni. Azt szeretnénk, ha a cégneve összefonódna a Nyíregyházával és a sporttal. Mi a minőségi sportot támogatjuk, de természetesen szeretnénk, ha a kosárlabdázóknál felnőttek mellett az utánpótlás is minél jobban szerepelne. Ha a segítségünkkel előrelépés történik, az nagyon jó visszacsatolás számunkra. Közben a csapat napi két edzéssel készül. A játékosok között ott van Szobi Dániel is, aki 10 év után hagyta el a TF csapatát a Nyíregyháza kedvéért. Voltak megkeresések, de a Nyíregyháza volt talán a legkomolyabb is, és az első pillanattól éreztem azt, hogy Sitku Ernő személyében a valódi motiváció a megkeresés mögött van. Ehhez párosult a város felszereltsége, a kosárlabda csapat múltja, illetve a játékos társak, játékos ereje, amit képviselnek. Tehát ez mind részt játszott abban, hogy én a Nyíregyházat választottam. Busz Iván jó barátom, őt már 1000 éve ismerem. A Siska Janit, mint edzőt ismerem, ugye nyilván Sitko Ernőt mindenki ismeri, de a generációm Tóth Gerivel nagyjából egyidősek vagyunk, Bazsó Brúnót, Cinger Zolit, gyakorlatilag mindenkit ismerek, aki úgy aktívan részt vesz a rotációban. Fiatalabbakat kevésbé, de már őket is követtem. A nyíregyháziak a héten megállapodtak a Bajával az első forduló meccsének időpontjáról. Eszerint szeptember 27-én lép pályára a Hübner Nyíregyháza BS a Dunaparti városban. A bajnokságban a dobogót, a Magyar Kupában az országos főtáblát célozza meg az Ibrányi futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együtteshez 3 új játékos érkezett, és 6 fiatalt vittek el a felnőtt keretbe. Az Ibránya megyei első osztály nyitó fordulójában a Kisvárda második csapatához látogat. A bajnokságban megszerzett második hely és a megyei kupadöntőn aratott győzelem után várható volt, hogy nem lesz nagy mozgás nyáron az ibrányi játékos keretben. Végül mindössze 4 futballista távozott, Balogh Gábor Mándokra, Szabó Milán és Vidoven Márk Balkányba igazolt, Félegyházi Viktor pedig befejezte pályafutását. Helyükre 3 érkeztek, mellette a jövőt is szem előtt tartva saját nevelési fiatalokat vitt fel a felnőtt keretbe Kis Tamás játékos edző. Kopasz Józsit igazoltuk a Bozsik Akadémiáról, aki egy 2000 születésű, nagyon fiatal, tehetséges, nagyon nagy ambícióval érkezett hozzánk. Nagyon jó ajánlólevelet kaptunk a Bozsik Akadémiától róla, úgyhogy ő tényleg a jövő. Mellette érkezett még a Bernát Martin, aki MB3-ból Sényőről érkezett, egy 21 éves, nagyon tehetséges, a védelemben bármelyik poszton bevethető, és középpályára igazoltuk még a Viszukai Krisztofert, a Filó csapatától, ő is egy 20 éves fiatal játékos, és nyáron még, ami nagyon-nagyon fontos volt számunkra és a vezetőkkel együtt, ez egy úgymond meghatározott cél is volt, hogy az utánpótlásból próbáljunk minél több helyi fiatal beépíteni, és 6 utánpótlás játékos kezdte velünk a felkészülést. Ibrányban bíznak abban, hogy az elmúlt szezonban mutatotthoz hasonlóan szerepelnek majd a 2019-2020-as idényben is. Nem titkolt szándékunk, ugyanúgy a dobogó közelében szeretnénk végezni, ha úgy alakul, akkor persze szeretnénk megnyerni, ugye én azt mondom, hogy edzőnek, meg egy csapatnak is mindig legyenek komoly célai, úgy vágjanak neki bármilyen rendezvénynek, tornának, bajnokságnak, hogy minél jobb eredményt elérjenek. A helyi fiatalokra szeretnénk majd hosszú távon építeni. Ez egy nagyon-nagyon fontos számú célunk, ugyanúgy a Magyar Kupában is ismét szeretnénk, mint az elmúlt években a főtáblára kikerülni.
Az Ibrány vasárnap a Kisvárda 2 otthonában kezdi a szezont. A megyei első osztály nyitófordulójának további párosítása a következő: Tiszakanyár Tarpa, Kemecse Nyírgyulaj, Baktaló Rendháza Nagyecsed, Nyírmegyes Nagyhalász, Újfehértó Balkány, Máté Szalka Fehérgyarmat és Vásárosna Mimándok. Hazai pályán szenvedett vereséget a Nyíregyháza Spartakusz az MB2 második fordulójában. Zorán Spisziák együttese 1-0-ra maradt alul a Doroggal szemben. A Spari vasárnap Soroksáron lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Ijesztően sok az elhízott gyermek Magyarországon. A probléma kialakulása ellen már csecsemőkorban sokat tehetnek a szülők, később pedig a rendszeres mozgással és egészséges életmóddal is meg lehet előzni az elhízást. Az iskolások fizikai állapotát és edzettségét mérő program már az őszi tanévtől tovább bővülhet. Idén közel 40 vasútállomás szépül meg a debreceni térségben, így Szabolcs megyét is érinti a felújítás. A MÁV saját forrásból az 5 vidéki igazgatóság régiójában karbantartási munkálatokat és az utasforgalmi területek esztétikai megújítását végzi évvégéig. A karbantartás idején az utasoknak nem kell fennakadásokkal számolni, adta hírül a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. 2016 óta már az 50 órás közösségi szolgálat is érettségi követelmény. Sok diák a nyári szünetre tervezi teljesítését, de akár évközben is jelentkezhetnek a fogadó intézményeknél. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is várja a tanulókat. A tavalyi évben összesen 489 diák teljesítette náluk a kötelező közösségi szolgálatot. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, augusztus 8-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Változóan felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől csökken a felhőzet, zápor elszórtan előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul. Az átvonult hidegfront mögött kezdetben változó nedvesség tartalmú, majd pénteken már szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. Péntek estig kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hétvégén, illetve a jövő hét elején többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás, sok napsütéssel, inkább csak az ország északi vidékein növekszik meg időnként erősebben a gomoly felhőzet, és csupán elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Hétfőn tetőzik a hőség, a hét közepén pedig mérséklődik a nappali felmelegedés.